Látom, a néninél van valami a padon, talán madár eledel, amivel a galambokat megtömi, de hát nem hiszem, mert olyan UV-színű világít egyenesen a szemembe. Lehet, hogy túl sok filmet láttam, mert most orákulumnak hiszem. Magam meg hősnek, aki oda megy, kiveszi kezéből ezt a vacakot és eldobja. A néni meg rám néz, hogy mit játszom a menőt. A 60-as években fiatalon letáncolt volna a színről, de hát mama... Ez ki nem szarja már le, lehet Turai, Ida, Blaha Luisa, vagy akár Margaret Thatcher, de Virgil nélkül aztán. Sok kis kölyök gettónak nevezi a környékét, de hát nem erről van szó szerintem. Egyszerűen a köztisztasági vállalatnak kellene kicsit többet áldozni a rendre, nem? Én tulajdonképpen meg vagyok így is, belső világom, a télem, a söröm az oké. De ne legyünk igénytelenek, emlékezzünk, hány rágóba tenyereltünk bele gyerekkorunkba, és hány fok hullott ki talán ezek vagy hasonló hülyeségek miatt, amiket a világtörténelem során mi emberek elkövettünk. Úgy érzem, szomorú vagyok. És szomorúságom záloga legyen a személyes szerzemény. Öreg halász, ki fogtad már, a cápád úgyis megzabál. Zsákmány tudod, egy birtoklás, tulajdonos voltál, nem tulajdonos társ. Saját lelked sem ismervén, egy halk hal vagy, s nem egy ismervén, kinek a víz nyeli elhangját, és trombitál, trombitál.